Sorba pakolják a vevők az energiaitalt a kosárba. Néhány év elteltével 25-30 félére duzzadt a választék az üzletekben. Nagyon fogy, minden boltban folyamatos az utánrendelés, mint például itt a Széchenyi úti marketben is. Nagyon viszik, nagyon szeretik, nagyon széles és szinte naponta bővülő választék. Már gyerek energiaitalok is vannak, ami hát szerintem azért kicsit megkérdőjelezhető. Az energiaital nagy divat lett. Sokszor látni az utcán is dobozzal a kezükben fiatalokat. Az orvosok szerint a kamaszoknak nem is lenne rá szükségük, de miután divat és divatos italok mindig is voltak, lehet inni. A lényeg a mérték. Energiaital, kóla, kávé, mindenben meg kell húznunk a határt. Sőt, van, ami még esetleg a kávé jótékony hatású, és az energiaital nem jótékony hatású. Én azt gondolom, hogy napi kettőnél meg kell húznunk a határt. Amit nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy van egy korosztály, én már 14 év alatt abszolút nem javaslom ennek a fogyasztását, 14 és 18 év között is talán határeset. Sajnos a tapasztalat szerint egyre fiatalabbak is vesznek energiaitalt, a 8-10 éves korosztály is gyakran betér a boltba. Mondhatom azt, hogy már az egész kis fiatalok is. A szép körüli nemzedék az minden további nélkül, annak ez a főital. Tehát 8-10 energiaital után adok el egy gyümölcslevet például. Sok fiatal van, aki szinte víz helyett is energiaitalt iszik, és 6-7 dobozzal is elfogy egy nap. A mértéktelen és rövid idő alatt megivott mennyiség nagyon káros, mondta dr. Kőházi Anikó. Ennek hatására megemelkedik a vérnyomás, megemelkedik hirtelen a pulzus, esetlegesen, ha valakinek rejtett szívritmus zavara van, ez előhozhatja, és igenis sürgősségén is találkozhattunk régebben is, és most is ilyen problémákkal találkozunk, szívritmus zavarral bekerülnek tinédzserek, akinek eddig nem is volt ismert betegség, létrehoz egy olyan szintű szorongást, idegességet, feszültséget, ami indokolatlan. A későbbiekben, évek múlva pedig magas vérnyomás betegséget is előidézhet az energiaital fogyasztás, tette hozzá a házi orvos.